Az M3-as autópálya Ófehértói csomópontja és Nyírbátor közötti 4105-ös számú út, valamint a Kislétát Máriapócson keresztül az M3-as autópályával összekötő utak felújítása milyen forrásokból és mikor történhet meg. Többek között erről is vitáztak a képviselők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés pénteki ülésén. Az említett útszakaszokon az utóbbi időben több halálos baleset is történt, a rossz útviszonyok napi szinten megnehezítik a közlekedést. A közgyűlés elnöke Sesták Oszkár a vendégem, jó estét kívánok! Ez egy olyan kérdés volt, ami már az előző közgyűlésen is szóba került, amikor megvitatták a megyei közút fejlesztése lehetőségeit, és ez az útszakasz akkor úgy szerepelt az előterjesztésben, illetve hát pótlólag vették be az előterjesztésbe, hogy ne maradjon ki az állami támogatásból. A közútfejlesztésben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjai az állami közútfejlesztésben hol helyezkednek el, és milyen szakaszokra juthat forrás, hiszen a közgyűlés arról beszélt, hogy ezeket állami pénzből kellene inkább finanszírozni, a top keretekből másra szánnak forrást. Hát ez egy elég bonyolult és rögzölt téma. Sajnálatos módon a megye közútjai, mint a Magyarország közútjai is rossz állapotban vannak. Tehát ez egy nagyon sommás megállapítás, de igaz, és nagyon sok útszakaszra igaz az, hogy sürgős felújításra szorulnak. Különösképpen igaz ez erre az útszakaszra, nem feltétlenül az út állapota miatt, hiszen az is rossz, nem mondanám, hogy rosszabb, mint egyébként az ország vagy a megye átlagos állapota, viszont ami a sürgetővé teszi ennek a felújítását az, hogy a Nyírbátori Ipari Parkhoz vezet, és befektetői szándékokat is befolyásolhat ennek az útnak a megépítése. Tehát ha jó minőségű út, akkor megerősíti a befektetői szándékokat, míg hogyha rossz minőségű, akkor esetleg elriaszt befektetői szándékokat. Tehát ezért volt az a konszenzusos döntés, hogy ezt feltétlenül fel kell újítani. Most 5 állami kezelésű közút van felújítás alatt, vagy bocsánat, a felújításhoz közeli állapotban, közbeszerzési eljárás közben. Ebbe a csomagba ezt az útszakaszt már nem sikerült betenni, de folyamatosan napirenden tartjuk ezt a kérdést, ezért is írtam a szaktárcának levelet. Onnan az a válasz érkezett, hogy a TOB forrásaiból is felújítható ez az útszakasz, valóban így van, csak nem szeretnénk addig várni, mert az hát legjobb esetben is hát másfél-két évet vehet igénybe, mire ott támogatói döntés születik, közbeszerzési eljárás lefolytatók, és a többi, és a többi. Én bízom benne, hogy lesz olyan útfejlesztési, állami útfejlesztési program, és ezen dolgozunk, hogy ennek a újabb csomagnak a keretéből ezt az utat, illetve ezt az utakat is meg tudjuk újítani. Korábban arról volt szó, hogy az állami útfejlesztési keretből a főutakra fordul több keret. Ezekre az összekötő utakra az első tervezésben nem került sor. Miért? Hát nyilván a pénzhiány miatt. Tehát az komoly eredmény, azt gondolom, hogy ez az 5 útszakasz is megújulhat, ami most egy állami program keretében újul meg, és a TOB forrás keretéből már nem kell erre fordítanunk, hanem más egyéb ügyekre fordítunk, például erre a Nyírbátor autópálya közötti útszakaszra is, de hangsúlyozom, szeretnénk megoldani azt, hogy még korábban, és nem a TOB forrás keretéből fordítsunk erre a útfelújításra is. A terület és a településfejlesztési operatív programról fogjuk folytatni a beszélgetésünket, hiszen az elmúlt héten átfogó képet adott egy a megyei területfejlesztési ügynökség által szervezett konferencia a 2014-20-as időszak operatív programjai által biztosított lehetőségekről, a közvetlen brüsszeli forrásokról és a határon átnyúló együttműködési programokról is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országban egyedülálló módon 3 határon átnyúló Európai Uniós együttműködési programban vehet részt. A magyar-szlovák, magyar-román és a 4-es határmenti programok az előző ciklusban is sikeresek voltak, mondta el egy Baktalórendházán megtartott konferencián Perényi Zsigmond, az Európai Uniós fejlesztésekért felelős nemzetközi helyettes államtitkár. A román-magyarban 480 támogatási szerződést adott át a magyar irányító hatóság, a szlovák-magyarban meg kb. 260-at, mind a kettőnél a forrás felhasználás a ciklusnak a végén kb. 96%-ban lesz, úgyhogy ez még jobb is, mint a többi ERFA forrás programoknál, szerintem ez egy sikeres program. Az új
elképzelésekről még nem körvonalazódott minden. Ami biztos, hogy a szlovák-magyar programot az körülbelül október elején fogja elfogadni véglegesen a bizottság, ezért mi december végén, január legelején szeretnénk írni a pályázatokat. Ez egy többkörös pályázati kör lesz, először ki fogjuk írni a körülbelül a forrásoknak a felét, és a második felét majd újra 2017-ben. A magyar-románnál egy kicsit más, mert ott a forrásoknak az 50%-át stratégiai projektekre szeretnénk felhasználni. A stratégiai projektek itt főleg ugye infrastruktúra, kerékpárutak, hídépítés, szóval mobilitásra menne el ennek az 50%-a. Ezeket a stratégiai projekteket is évvégén szeretnénk kiírni. Ugyanúgy, mint a szlovák programnál, már októberben fogja elfogadni a bizottság. A másik részét azt még nem tudjuk, hogy mikor írjuk ki. Ott várhatóan ugyanolyan ötletünk van, hogy 2017-ben, de az is lehet, hogy egyszer írunk mindent ki most még januárban vagy decemberben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzata terület és település fejlesztési operatív program keretében tud majd forrás biztosítani, aminek a kedvezményezettjei az önkormányzatok, civil szervezetek és egyházi intézmények lesznek. Folytatjuk tehát a beszélgetést, és visszautalva a pénteki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésre, egy olyan társulás alakult, amely ezekből a határon átnyúló együttműködési programokból, illetve forrásokból jelentős összegre pályázhat a következő időszakban. Milyen társulás alakult tehát? Valóban nagyon büszkék vagyunk erre az európai területi társulási megállapodásra. A megyei közgyűlés egyhangulag elfogadta ezt az előterjesztést. Évek óta ambíciónk, hogy Ukrajnát is bevonva, Kárpátalját is bevonva létrehozzunk egy ilyen európai területi társulást. Azért érdekes ez a program, mert egy nem túl régi jogi keretről van szó. Egyébként egy magyar-európai parlamenti képviselő, a sajnálatosan fiatalon elhunyt Pálffy István és egy lengyel kollégája kezdeményezése volt ez 2005-2006-ban. Számos területi társulás alakult már a magyar határ mentén. Évek óta szerettük volna, hogy Kárpátalja felé is egy ilyet megalakíthassunk. Sajnos módon az előző ukrán adminisztráció, tehát még a mostani forradalmuk előtti adminisztráció azt mondta, hogy nincsen bejegyző hatóság, tehát ilyen jogi akadálya volt. Ígérték, hogy mindig megteremtik a jogi keretét ennek, hogy milyen jogi módon ki lesz az, aki bejegyzi ezt a társulást Kárpátalján, illetve Ukrajnában. Erre nem került sor. Most sincs ilyen hatóság, de most azt mondták ukrán barátaink, hogy nem kell bejegyző hatóság, engedélyező hatóság, hanem egyszerűen regisztráció kell az ő külügyminisztériumban. Ezt hiteltérdelműen megerősítették, ezt követően gyorsult fel a munka. Nagyon komoly kormányzati támogatást kaptunk, anyagi segítséget is feltehetőleg a jogi előkészítő munkára, illetve az iroda kezdeti működtetésére, és valóban ennek az eszköznek a segítségével sokkal jobban tudjuk kezelni az uniós forrásokat, mind az államtitkár úr által említett határmenti együttműködési programokba, tehát az ENI, angol betűszóval egy ENI-s programban, illetve olyan közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségekben, illetve más európai területi együttműködési programot megcélzó együttműködésükben, például a Central Europe-ban, ami ugyancsak forrás szerzési lehetőséggel bír ebben a térségben. Arról is volt egyébként egy előadás, a legutolsó előadás egy nagyon érdekes platformot említett az utolsó előadó. Sesztárk miniszter úrnak a hatókörében alakult egy olyan fejlesztési központ, amely azt tűzte ki céljául, hogy megtöbbszörözi a Magyarországra érkezett közvetlen brüsszeli forrásokat. Annál is inkább fontos feladat az, mert 2020 után a strukturális alapok kimerülése, vagy itt a források csökkenése miatt ilyen pályázati módokon tudunk majd brüsszeli Európai Uniós forrásokhoz jutni, tehát meg kell tanulnunk ennek a technikáit. Korábban is voltak magyar kormányzati részről is erőfeszítések, de nem volt igazán hatékony. Egyesületi, civil és egyéb ilyen ügyek mentén bukott meg ez a szándék. Most ez eddig nagyon sikeresen teljesítette a kormányzat a vállalásait. Egy magyar nyelvű honlapot hozott létre, a pályázatokmagyarul.eu. Ezt mindenkinek ajánlom a figyelméből, mert egy nagyon felhasználóbarát módon kisközösségeknek, polgármestereknek is, civil szervezeteknek olyan pályázati információkat lehet megtudni, amitől eddig el voltak zárva. Tehát ez egy nagyon fontos eszköz lehet egyébként az európai területi társulás számára is.
Egyébként ezen a területen, a határon átnyúló együttműködési programok területén hogyan, miként erősödhetnek a kapcsolatok a külhoni országokkal? Hát azért is fontos számunkra ez a kapcsolat, hiszen határon túli magyar nemzetrészekről van szó, ugye itt a határok mentén főleg, és ezt a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztését is jelenti. Tehát az a történelmi hátrányunk van, hogy a magyar itt a közvetítő nyelv ebben a közegben, és ha bár ezek a pályázatok angolul vannak, de hogyha magyarul megértjük egymást határon túli partnerekkel, akkor sokkal könnyebb már ezt az ügyet aztán angolul továbbvinni. Tehát ezért is érdekes ez a pályázati program számunkra, és hát határmenti megyeként pedig különösképpen felelősséget kell viselnünk ezekért a közösségekért. Beszéljünk egy pár szót arról, amiről eddig egyébként nagyon sokat beszéltünk, a terület és településfejlesztési operatív programról, hiszen közvetlenül lesz fogja érinteni a mi megyénket. Milyen feladata és szerepe lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak? Ugye eddig tudtuk, hogy a stratégia és a területek koncepció megalkotása után elindul a pályázati rendszer tulajdonképpen. Valóban a célegyenesben vagyunk, és hát október közepén remélhetően megjelennek az első támogatási felhívások. Megjelent a 272-es kormányrendelet, ez az Európai Uniós programok összességének is egyébként az alapdokumentuma, de ebben vannak a TOP-ról is, a terület operatív programról is a legfontosabb kormányzati rendelkezések, illetve bocsánat, minden kormányzati rendelkezés egy kormányrendelet keretében. Tehát a 272-es kormányrendelet kijelöli azt a keretet, amivel a megyei önkormányzat és intézményei, szervezeti egységei részt vehetnek ebben a programozásban. A döntési folyamat az a megyei önkormányzat, illetve a megyei közgyűlés elnöke részvételével zajlik. A KSZ közreműködői szervezeti feladatköröket a Magyar Államkincstár viszi, tehát oda kell beadni a támogatási felhívásokat. Az irányító hatóság bírálja, illetve pontozza a beérkezett támogatási felhívásokat, és a döntési hozatal pedig a megyei közgyűlés elnöke, illetve az irányító hatóság vezetője által alkotott döntéselőképzési bizottságban történik, és erre a végső pontot az irányító hatóság vezetője teszi rá. Nyilván itt érvényesülnek a helyi szempontok, és azok az indikátorok, amelyeket viszont Brüsszel felé kell teljesítenünk, tehát ezért van ez a kettős döntéshozatali folyamat. A projektmenedzsmentben kap még szerepet a megyei önkormányzat. Egyébként a kedvezményezettek oldaláról, az önkormányzatok, civil szervezetek és a gazdasági szervezetek oldaláról is volt egy ilyen megjegyzés az elmúlt időszakban, hogy késnek ezek a pályázatok. Elnök úr, hogyan látja ezt? Ugye voltak dátumok, határidők? Igen. Hát igen, sajnos ez állandó tapasztalatunk, hogy az uniós pályázatok késnek. Tehát ráadásul ebben a versenyben, vagy hát ha versenynek lehet nevezni, a vidékfejlesztési program van leghátul, hiszen a vidékfejlesztési programot augusztus végén hagyta jóvá a bizottság. Tehát az európai hatóságok malmai lassan őrölnek, reméljük, hogy hatékonyan és jó lisztet őrölnek meg aztán a végén. Nyilván számos egyeztetésre van szükség még Brüsszelben is a szakmai finomságok miatt, illetve hát a hazai intézményrendszerben is. De hát mindennek előutó vége lesz, tehát ennek a felkészülési periódusnak is, és most már valóban a célegyenesbe érünk. Ami még nagyon fontos, ugye említettem a projektmenedzsmentet, és hogyha erről van egy kis időnk, a projektmenedzsment szervezet lehet, a megyei önkormányzat is úgy rendelkezik erről a 252-es kormányrendelet, hogy közféra szervezet lehet projektmenedzsmentet végző szervezet. Ez azt jelenti, hogy közösségi tulajdonban kell lennie. Tehát magáncégek, pályázatíró cégek, amit megszokhattunk az elmúlt években, nem kapnak a projektmenedzsmentben szerepet. Ha a kedvezményezett nem vállalja a projektmenedzsmenti szerepet, egy kis önkormányzat nem is lenne indokolt, nem lesz annyi projektmenedzsmenti feladat, hogy egy kapacitást érdemes lenne kiépíteni, akkor a megyei önkormányzatnak kötelező ezt a feladatot ellátni. Mi készülünk erre a feladatra, készen lesz a szervezetünk, illetve felkészülünk erre. A megyei fejlesztési ügynökség felkészült, de például a Kölcsei Televízió is lehet akár projektmenedzsment szervezet, hiszen közféra
szervezetről van szó, és egy NRA nevű környezetvédelmi ügynökségünk ugyancsak készen áll ennek a projektmenedzsmenti szerepkörnek az ellátására, és a megyei önkormányzat hivatala maga is. Sajnos ennyi idő jutott most a beszélgetésre, de innen tudjuk majd folytatni a gyakorlati oldalával, tehát a pályáztatásnak a gyakorlati oldalával. Igen. Köszönjük szépen, elnök úr, hogy itt volt nálunk.